Köszöntöm a Kanizsa TV nézőit! Az útmutató újévi adásában csokorba szedjük vallási magazinunk szeptemberi indulása óta, mi minden történt a nagykanizsai gyülekezetek életében. Tartsanak velünk! Azt keressük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt. Ez volt a vezérfonala annak a Kanizsa TV stúdiójában tartott megbeszélésnek szeptemberben, amely során a városban működő katolikus, református, evangélikus és adventista közösségek képviselői megállapodtak, havonta egy alkalommal ökumenikus kört tartanak. Tösd el a szívünket, hogy hitelesek legyünk, hogy hűségesek legyünk, hogy kitartóak legyünk, és mindezt jó kedvel tudjuk a te dicsőségedre tenni, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát Isten hozott benneteket ezen a közös találkozón és történelmi pillanatok ezek, mert azt hiszem Kanizsán ilyen nem volt a ökumenén kívül. Az ökumené nagyon szépen működik Kanizsa városában, sőt a vonzás körzetben is. Azt hiszem, hogy az ökumenikus imahét alkalmain mindenki láthatja azt, hogy milyen szép egységben tudunk ünnepelni, és hogy meg tudjuk ünnepelni azt, ami közös, és nem azzal foglalkozunk, ami elválaszt. Ugyanakkor, hogyha szeretnénk a programjainkat bővíteni, és kicsit időben is kibővíteni az együttlétek lehetőségét, akkor azt elő kell készíteni. Ez az egyik oka, ami miatt gondoltunk arra, hogy a lelkészek járjanak össze, illetve sűrűbben találkozzanak, lelkészek és papok. A másik pedig az az igény, amit tulajdonképpen Jézus főpapi imádságában olvashatunk, ami egy imádság, tehát így kezeljük. Tehát Jézus azért imádkozik, hogy mi egyek legyünk, ahogyan ő és az Atya egy. És hogyha belegondolunk ebbe, ez egy óriási kihívás. Aki Jézusnak az Atyával való kapcsolatát ismeri, vagy arra egy kicsit is rálát, az tudja, hogy elég magasra tette nekünk ezzel a létszet. Ugyanakkor, mivel ezért imádkozik Jézus, ezért ezt komolyan kell vennünk. Tehát, hogyha ő komolyan vesz minket ennyire, hogy kinézi belőlünk, hogy olyan kapcsolatban lehetünk egymással, mint ahogy az Atya és a Fiú egymással vannak, akkor nekünk ehhez a kihíváshoz és Jézus imádságához fel kell nőni. Mi az, ami nyugtalanít, mi az, ami örömmel tölt el? Az első összejövetelen sok más mellett a szeptemberben újraindult hitoktatás szervezési tapasztalatait vitatták meg a résztvevők, akik bíznak abban, hogy a kezdeményezés kapocs lehet a gyülekezetek, a közösségek és a hívek között is. Rengeteg híd van. Ugye ennek vannak történelmi hagyományai is, de családokon belül is, vegyes házasságokban, vagy rokoni szálakon, én azt gondolom rengeteg híd van. És hála Istennek az már a történelem, hogy az egyházak egymás ellen fordultak, és tényleg azt keresték, ami elválaszt, vagy megkülönböztet, és most úgy gondolkozhatunk végre szabadon, nem csak lelkészek és papok, hanem minden keresztény, hogy mi az, ami bennünket összeköt. Kényszerít erre egyébként a világ is, amelyik olyan kereszténységet vár el, amelyik egységes és valami kontrasztot fel tud mutatni ennek a világnak. Gyakorlati tervek hangzottak el ezen az összejövetelen, mik fogalmazódtak meg bennetek, mire lenne szükség? Mindenek előtt erre a havi egyszeri találkozásra, amit rögzítettünk is hétfő este. Szép az a gondolat, hogy menjünk körbe, mindenki legyen vendéglátó, és mindenki legyen megvendégelt egy év során. És abban az egy-másfél órában, amit együtt töltünk, igazán alkalmunk nyílik majd arra, hogy az előttünk álló heteket, hónapokat megtervezzük. Valóban vannak közös ötletek, gondolatok, talán a legközelebbi a mártonnapi felvonulás, amit a gyerekeknek szeretnénk megszervezni. De már
ebben a csatornában igazán ez csak egy forma. A tartalmat azt mi hozzuk bele, de hogyha ez egy jól tartó forma, akkor ebben jól megfér a tartalom is. Az ötletet pár héttel ezelőtt Deme Dávid evangélikus lelkész vetette fel, de a kezdeményezés nem példanélküli. Makovicki Gyula szegedi tapasztalatairól mesélt, ahol korábban 12 évet szolgált. Igen, én még nagyon új vagyok Kanizsán, össze-vissza 2 éve vagyok itt. Ugyanakkor él bennem egy hiányjel és hiányérzet, mert annyira jók voltak ezek az ökumenikus lelkészi alkalmak. Ott is volt egy valaki református részről, Kati néninek hívták lelkész, aki ezt az egészet megszervezte és összetartotta. Sok pap és lelkész van Szegeden is, nem mindenki járt ebbe a közösségbe, senki nem volt rá kényszerítve, aki viszont jött, az szívesen jött, együtt imádkoztunk, együtt gondolkoztunk ige szakaszokról, és együtt tervezgettük a közös jövőt. Fiatalok Jézusért. Küldetés, küzdelem, királyság címmel tartottak mini konferenciát október elején az adventista gyülekezet fiataljai. A 3 napos program során nem csak beszélgetésekre, elmélyülésre volt lehetőség, hanem missziós programra is a hajléktalan szállón. Szombatiskolával kezdődött a hétvégi programok sora az adventista gyülekezetben. Egy ilyen kis csoportos beszélgetés, úgy kell elképzelni. Mindig van egy téma, amit feldolgozunk, és most végül is az Istennek a hatalmáról beszélgettünk, hogy a mindent tudó, és Zsoltár a könyvéből vettük elő azt, hogy már az anyaméhben ismert minket, vagy anyaméh előtt ismert, tudta, hogy nekünk mi a célunk ezen a világon, és hogy miért születhettünk ide. Tapasztalatcsere, bizonyságtétel, áhítat. Ezek miatt érkeztek a programra az érdeklődők. A helyi gyülekezet fiataljaiból az elmúlt években igazi közösség kovácsolódott. Eleinte csak azért jártam, mert hát a család is jött, és akkor ahogy így nőttem fel, utána már így saját döntésből végül is, mert hát megéreztem ezt a közösségi szeretetet egyrészt, meg az, hogy szolgálhatok Istennek, ez így nagyon örömet hozott az életembe, és akkor emiatt jöttem mindig. Aztán így a személyes életemben is megtapasztaltam Istennek az erejét az ima által, és akkor ez egy ilyen mindennapossá vált mégis az életemben. Anna szerint az ifjúsági program jó alkalom arra, hogy közösségük még erősebbé váljon. Az évente megrendezett Fiatalok Jézusért konferencia Amerikában vert gyökeret a 2000-es évek elején. A kezdeményezéshez már Magyarország is csatlakozott. Ez egy olyan konferencia, amit fiatalok számára szoktunk megrendezni. 2016-ban lesz 6. konferenciánk, amit országosan megrendezünk, de úgy gondoltuk, hogy szeretnénk a vidéki városokba is ellátogatni, így Nagykanizsára hoztuk el először ezt a konferenciát. Ez azt jelenti, hogy a körzet fiataljait próbáljuk megszólítani, és ilyen ifjúsági programot szervezni, és próbáljuk ezeket az elveket, és keresztény elveket és erkölcsöt továbbadni a fiatalok számára. Mini FJK-t, tehát ezek a kisebb konferenciák fognak egymásra épülni, tehát ez volt az első konferencia, jövő márciusban lesz a következő konferencia Ráckevén, és arra fogunk tovább vinni ezt a témát, ami ma is szó lesz. Ennek egyik része a napjainkban egyre inkább tapasztalható identitásválság. Tremendous view to see so many of you here. Ez egy fantasztikus látvány, hogy ilyen sokotokat itt látnak. A témában egy svéd-magyar teológus hallgató tartott előadást. Well, we are having a tremendous topic this weekend. Izgalmas kérdéseket feszegetnek az előadásaim. Most az azonosságtudatról lesz szó. Körültekintve a világban látható, nagyon sok fiatal és felnőtt bajlódik az identitásával. Nem tudják, kik is valójában, hova tartoznak, és nehezen boldogulnak az élet mélyebb aspektusaival. Sokakban ott a vágy, hogy felfedezzék valódi énjüket. Filmekben, zenékben keresik önmagukat. De mi is az identitás? Mit jelent ez pontosan ma? Csodálatos, profétikus időket élünk, és szeretném, ha ezzel ezek a fiatalok is szembesülnének. Mert mi adventisták hiszünk abban, hogy Jézus hamarosan eljön. Jézus is coming soon.
People say that young people are the future. Manapság sokat hallani, hogy a fiatalok a jövő. Nos, szerintem nem csak a jövő, hanem a jelen is. Ha azt akarjuk, hogy a jövőnk szép legyen, akkor jobban oda kell figyelnünk a fiatalokra és arra, hogy elég erős etikai és morális alapokat adjunk át nekik. Mindenképp ez lenne a legjobb befektetés a jövőre nézve, de nem ezt látjuk történni a mai társadalomban, hanem az erkölcsök hanyatlását. Mégis hiszek abban, hogy ez a mai mini FJK egy jó kezdő lépés. Giving young people a good foundation for that. Október 31-e ünnep a protestáns egyház életében. 1517-ben ezen a napon függesztette ki ugyanis Luther Márton a 95 pontból álló vitairatát a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ez alkalomból a kanizsai evangélikus és református gyülekezetek közös istentiszteletre majd előadásra várták a híveket. Reformáció 500. A gyülekezetek már nagyban készülnek a két év múlva esedékes évfordulóra. Adódik a kérdés, hogy ennyi évszázad távlatából mit üzen a reformáció a ma emberének. A reformációnak az eredeti üzenete az volt, hogy vissza a Szentíráshoz. Ugye a kortörténet ennek az egésznek, hogy a reneszánsz elterjedése, ugye újra felfedezni az embert, újra felfedezni a humanizmus és így tovább is, mintha ez köszönne vissza egy kicsit az egyházi tanításokban, és vissza az alapokhoz, ez a fő mondani való, és ma, ugye a mai ember számára mit mond a Biblia? Van-e aktuális üzenete? És az az érdekes, hogy ahogyan egyre többet tanulmányozom én is a Szentírást, egyre többet foglalkozom a Bibliával, mivel lassan 20 éve vagyok lelkipásztor, és hát ugye teológus évek is, az azt megelőző ifjúsági időszakban is tanulmányoztam, olvastam a Szentírást. Egyre jobban arra csodálkozok rá, hogy a Bibliának mindig van aktuális üzenete az élet minden területére is. A reformációnak szerintem ez volt az egyik olyan sarkalatos pontja, hogy az ember számára mindig az éppen aktuális helyzetben olyan üzenetet fogalmazzon meg, ami az embernek a küldetését, az élet küldetésében az embert meg tudja erősíteni. Keressük, én is keresem mindig azt, hogy miért vagyok én ezen a világon, mi az én életküldetésem, mi az én misszióm. És hogyha ezen kezdünk gondolkodni, akkor látjuk azt, és egyszer csak megjön ez. És a reformátoroknak is megjött, hogy Luther Márton az emberek kezébe odaadta a német nyelvű új szövetséget. Ezáltal a német nyelvtant megalkotta. Aztán ugye jött Calvin János, aki a keresztény egyház rendszere, az institúciót fogalmazta meg, ami egy jó vaskos könyv, először ugye kisebb formátumban, majd egy nagyobb formátumban jelenik meg, és hát ugye Melanchthon Fülöp, akir ugye hallhatunk előadást. Hogy miért mindig Melanchthon, ezt kérném szépen, ő az, aki a reformáció külügyminisztere. Az 1497 és 1560 között élt teológus életéről, munkásságáról és máig ható szerepéről Makovicki József szólt a reformáció ünnepén. Ha azt mondhatom a mai szóhasználattal, hogy egy zseni ember volt, aki retorikától kezdődően filozófiáig, medicináig, a nyelvekig értett, ő vezette be a teológián a héber nyelvnek a kötelező oktatását. Nagyon korán, 1518-ban lett 21 éves korában, Luther akkor még csak Wittenbergben, az 1502-ben alapított Wittenbergi Egyetemen a retorika professzora.
végül is lett Luthernak a jobb keze, olyan tekintetben, hogy ő volt tulajdonképpen a reformáció külügyminisztere, aki mindent összefoglalt. Például Luther és Calvin között közvetített. Tehát ő volt az, aki tudós emberként nagyon jól látta mind a két reformátornak a hibáit, vagy egyéniségét, ismerte őket, és próbált közvetíteni köztük. Ami akkor nem nagyon sikerült, tulajdonképpen az úrvacsoratan. Az, ami bennünket úgymond elválasztott akkor, luteránusokat és kálvinistákat, és hát ez a Leyenbergi Konkordiában, ez egy 1960-as években jelent meg egy ilyen tanulmány, illetve egy ilyen megegyezés, hogy így mondjam, amikor is az evangélikus, tehát a luteránus evangélikus, illetve a kálvinista református egyház képviselői szószék és úrvacsorai közösséget vállaltak egymással, ami azt jelentette, hogy hát fölengedjük egymást a szószékünkre, illetve közösen úrvacsorázhatunk. Úgyhogy volt már ilyen, Kanizsán, egy ilyen alkalom, amikor közösen úrvacsoráztunk, hát majd bízunk benne, hogy még lesz erre lehetőség, és majd újra közösen úrvacsorázhatunk, evangélikusok, reformátusok együtt, és hát így dicsérhetjük az Úristent is. És meghalljuk mindig, minden időben azt az elvet, hogy a Semper Reformare, ez az állandóan, az a folyamatos reformáció, mindig megújulunk, és mindig a megújulás szellemében próbáljuk az embereknek közvetíteni az Isten üzenetét, a mai embernek, a mai ember nyelvén, hogy érthető legyen, hogy befogadható legyen, hogy ne egy ilyen távlati dolog legyen, hanem aktuális legyen, és éppen az aktuális helyzetre legyen üzenete a reformációnak. Hát ezt jelenti ma a reformáció talán. A megújulás fontosságát hangsúlyozta az Isten tiszteleten igét hirdető Deme Dávid evangélikus lelkész. A hálaadás tölti el a szívemet, mert arra gondolok, hogy nem csak, hogy közeledik az 500 éves évfordulója a reformációnak, hanem arra gondolok, és ezért adok hálát, hogy nem csak visszagondolhatunk a múltra, hanem igazából azért imádkozunk, hogy a reformáció a jelenben is valóság legyen. Nem csak a múltnak egy bizonyos pontján, 1517-ben volt szüksége az egyháznak, Krisztus népének reformációra, hanem ma is ugyanúgy szüksége van mindenkori reformációra szoruló az Istennek a népe, az egyház. Johannes Rau az elhunyt államelnök szavaival, avagy Richard von Weizsäcker szavaival élve a reformációt minden esetben és minden nap újra kell élnünk. Tehát nem szabad megnyugodnunk, ezt a hitet, legyen az református, legyen az evangélikus, de ezt mondom az ökumené jegyében, legyen az katolikus, ezt a hitet az utódainknak mindenképpen tovább kell vinni, mert mi szeretnénk megtartani, amellett, hogy toleránsak vagyunk, a keresztény Európát. Ahogy Luther Mártonnak az egyik jelszava ez volt, ad fontes, vissza a forráshoz, vissza a Szentírás üzenetéhez. És ugye a négy szóla, a négy szólusz, az egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül a hit és egyedül a kegyelem, ez az, ami minket különösképpen is emlékeztet arra, hogy ezek az igazi értékek, amelyekre érdemes építenünk. Én a fundamentumról, az alapról szeretnék szólni ezen a mai estén. Arról az alapról, amely nem tanításban van, nem elméletekben van, nem hagyományokban van, hanem élő személyben, az Úr Jézus Krisztusban. És a vele való élő kapcsolaton és közösségen múlik az egyháznak a jelene és a jövője. És a múltjából, a történelméből az egyháznak pedig Krisztus előtt kell megtartani az őszinte bűnbánatot, és azt, hogy megvizsgálja önmagát az ember, hogy valóban Krisztus akarata szerint, vezetése szerint, a Szentlélek segítségül, hívásával végezzük a szolgálatunkat, és valóban
így tanúskodunk-e a mi élő Urunkról és feltámadott Krisztusunkról. Tehát ezek a gondolatok töltenek be, és azok, és megfogalmazódik bennem az imádság, hogy Uram, ébreszd egyházadat, és kezd rajtam. Itt kezdődik az egyház életének a megújítása, megújulása, ami egyéni életünkön, amely aztán kihathat minél nagyobb körben, és megérinthet emberi szíveket, életeket, és a Szentlélek végezheti az evangélium üzenete által az életújulást az Isten dicsőségére, emberek javára. A közös Isten tiszteleten a két gyülekezet énekkara teljesített szolgálatot. Minden perc és minden pillanat, minden nyelv és minden gondolat, minden ember, minden nép a Teremtőjéről beszél. A Minden Szentek örömünnep az egyházban, azoknak a megdicsőült lelkeknek az ünnepe, akikről a kalendáriumok külön-külön név szerint nem emlékeznek meg. November 13-án ehhez hasonlóan a magyar szentek és boldogok előtt tisztelgünk. A Minden Szenteket követi november 13-án a magyar szentek és boldogok emléknapja, melyen azok előtt az egyházi, valamint világi férfiak és nők előtt hajtunk fejet, akik magyar földön éltek és szívükön viselték a hazájuk sorsát. Igazából teljesen elbújik a Minden Szentek mögött, hogy az november 1-én van. Tulajdonképpen mind a két napon ugyanazt ünnepeljük, tehát a névtelen szenteket, akik körülöttünk éltek, és az egyház ünnepélyesen nem tart számukra fenn ünnepnapot vagy emléknapot. A magyar szentek és boldogok pedig már egy szűkebb csoport, tehát a magyar földön a honfoglalástól, sőt, még hát a honfoglalás előtti időszakban is ezen a területen élt névtelen szentekre gondol ezen a napon az egyház. Ugye ez azért is aktuális, ugye tegnap volt Szent Mártonnak az ünnepe, november 11-én, hát ő mondjuk a neves szentekhez, vagy szentek közé tartozik, tehát akit név szerint is ismerünk, ünneplünk, ugye ő is magyar földről, vagy hát akkor az még a Római Birodalom területe volt, tehát akkor mi még nem voltunk itt, de a mai viszonyokhoz képest már magyar földnek számít. Hát őt ismerjük név szerint, de hát sokan vannak, akiket nem. Vannak neves szentjeink, tehát inkább arra fókuszál az egyház, főleg novemberben, hogyha Szent Erzsébetre gondolunk, aki ugye a 13. század Magyarországán, vagy Magyarországában született, ugye nagyon híres világszerte is, tehát inkább őrá fókuszálunk. Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon, II. András és Gertrúd harmadik gyermekeként. 4 éves korától Türingiában nevelkedett, és már egészen fiatal korában vallásos lelkületű volt. Böjtölt, vezeklőkövet hordott, virrasztva imádkozott. 14 éves korában Lajos türingiai őrgróf felesége lett, s noha boldog házasságban éltek, Lajos rokonai és udvarnokai nem szerették. A szegények támogatását első helyen kezelte, tehát mindenét kiárusította, ahogy a róla szóló legendában olvassuk, csak egy szál inge volt, amiben aztán majd meghalt, de mindent a szegényekre fordított, és hát hozzá kapcsolódik az a csoda, hogy amikor kenyeret lopott idézőjelben az udvarból, és megpróbálták lefülelni, akkor ugye a kötényet meg kellett mutatni, és a kenyerek ugye rózsává változtak, tehát úgymond nem bukott le. De tehát ő nagyon szerette a szegényeket, és ez volt az, ami igazából kiváltotta a nem tetszést hát az akkori német udvarban, tehát nem nézték jó szemmel, és hát eléggé hányattatott sorsa volt egyébként neki. A kincstári vagyonból árvaházat és potályt alapított, amit az udvar nem nézett jó szemmel. Miután férje, Lajos elhunyt, rokonai elzavarták Erzsébetet, aki maradék vagyonát is elajándékozva belépett a ferences harmadrendbe. Napjai még inkább önsanyargatással teltek, 24 évesen halt meg, személyét azóta is hatalmas kultusz övezi.
a Szent József plébánián november 14-én szombaton 15 órától róla emlékeznek meg az Erzsébet vendégséggel. Igazából kicsit az időseinknek szeretnénk ezzel kedvezni. Több helyen hagyomány ilyenkor az időseknek a vendégüllátása. És azt szerettük volna, hogy akik itt szolgálnak a templomban, takarítanak, állandóan jelen vannak, sütnek, hogyha bármi rendezvényünk van, hogy kicsit őket a középpontba emelni, őket ünnepelni, megköszönni az egész éves szolgálatokat, illetve hát még azért vannak, akik foglalkoznak ilyen befőzéssel, savanyúság készítéssel, hogy hát akkor kóstoljuk meg őket, mutassák meg, hogy ki mivel foglalkozik, hozzák el, és akkor ezzel is őket kiemeljük kicsit, hogy na, ilyen is van nálunk, és ez tulajdonképpen egy ilyen pozitív elismerése az ő úgymond láthatatlan szolgálatoknak, hiszen mi ebből nem feltétlenül látunk semmit, csak a családtagok. Tehát egy kicsit megvendégeljük az időseket, és megkóstoljuk, hogy akik foglalkoznak ilyen eltevéssel, ez hogyan is működik, miket alkotnak, és töltsünk egy jó délutánt együtt. S hogy mit üzen a ma emberének a Magyar Szentek és Boldogok emléknapja? Váron István szerint az alázat névtelenségét. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem hivalkodásra van szükségünk, nem arra, hogy márványtáblák őrizzék a neveinket, ugye templomokban sokszor látni, hogy ki mit tett, nem tudom mikor és hogyan. Én azt mondom, hogy a névtelenség az igazi út. Ez azért fontos, mert a gőgre mondunk nemet, a nagyzolásra mondunk nemet, az önzőségre mondunk nemet. Tehát legyünk névtelenek, tegyük a dolgunkat, tehát vegyük észre, hogy mit kell tennünk, tegyük. Csendben, háttérben nem szükséges, hogy ünnepeljenek minket. Észreveszik, csendben megköszönik, ez nekünk elég. Én ezt szeretném itt is mintaként vinni, hogy nem kell, hogy mi országszerte híresek legyünk, nincs is mivel híressé válnunk. Sokkal fontosabb az, hogy itthon csendben mit tudunk tenni egymásért meg a környezetünkért. A Túri György Múzeum és a Piarista Iskola szervezésében nyílt időszaki kiállítás a Képzőművészetek Házában. A látványos tárlat a 250 éves intézmény történetét mutatta be. Jubileumi hét utolsó programja lesz ez a mai kiállítás, megnyitás, de természetesen ez még reményeink szerint január végéig sűrűn látogatott hely lesz itt a Kiskastélyban, Nagykanizsán, és az elmúlt hétnek a megkoronázása tulajdonképpen ez az összefoglalás, hogy mi is történt az iskolával, a közösséggel, a várossal 250 éve, amikor elindult az iskola, honnét indult és hová érkezett most az iskola. A tárlat átfogó képet ad arról, miként kezdődött az iskola története. Elmegyünk az Eötvös téret, sőt először Kalazanci Szent Józsefnek, a rendnek az alapítója életébe enged bepillantást, utána a magyar piarista történelembe, utána a Nagykanizsára, az Eötvös térre megyünk, ahol először megjelent a piarista iskola, és aztán elindulunk a történetben egészen napjainkig, az újraindulásig, persze nem hagyjuk ki az államosításnak a nehéz éveit sem, tehát az, amit a szerzetesekkel történt, a iskola államosítás és aztán az 1950-ben történt elhurcolás, az újraindulás lehetősége, a bővülések. Tehát itt a kiállításban ezek a történeti szempontok nagyon fontosak, hogy mikor indult a konviktus, a kollégium, ahogy ma nevezzük, mert kezdetétől az nem volt az iskola életének része, csak amikor bővült az iskola és átköltöztünk a harmadik laktanyába, itt Nagykanizsán, a Frigyesi laktanyába, akkor vált lehetővé, hogy
távollakó, messzebbről hozzánk járó diákoknak konviktust vagy kollégiumot hozhassunk létre. Az anyag zöme az 1948-ig, illetve 50-ben mentek el a piaristák, 48-ban szűnt meg az iskola, de azért a legtöbb ponton igyekeztünk utalásokat elhelyezni arra is, hogy ez egy élő hagyomány, tehát ma is él, például a zene és színjátszás ma is megvan az iskolában, vagy van egy külön rész, ami bemutatja a kanizsai piaristák építés történetét, ugye itt az iskola legalább három helyen működött Nagykanizsán, némelyik épület megvan, néhol már az épület sincs meg, és akkor igyekeztük ezt a maga teljességében bemutatni, hiszen a legutolsó piarista épületet azt most idén nyáron avatták föl, ugye a piarista óvodát. A kiállítás egyik különlegessége a kalazanci Szent Józsefet ábrázoló nagy festmény. Ezt tudnék egy eredeti kanizsai darab, csak aztán a 80-as években, amikor a piaristák nem működhettek itt Nagykanizsán, akkor Budapestre szállították, de ez eredetileg a felső templomnak az egyik mellékoltárán állhatott, majdnem biztosan, ugye a felső templom volt a piaristáknak a temploma egészen a 1920-as évekig, amikor az önálló plébánia templom lett, és ennek volt a rendalapító kalazdaszi Szent Józsefnek szentelt oltára is. Szerettünk volna itt a piaristák 250 éves múltját a maga egészében bemutatni, ugye a kiállítás címe a Hitre, Tudásra azt tükrözi, hogy a piarista rend az kezdettől fogva nem csak tanított, tehát tudományokat nevelt, oktatott a nagykanizsaiak számára is, hanem a hitet is mindig fontosnak tartotta, a hitnek a gyakorlását, meg a tanítását is. Ugye a kiállítás is nagyjából ezt a kettősséget viszi végig. Az egyik felében részben a tanároknak az életét, a tudományos munkásságát, lelkipásztorok munkáját mutatja be. Ugye ezt viszonylag látványos tárgyakkal lehet bemutatni, mert az egyházművészetnek nagyon szép tárgyai vannak, a piarista rend gyűjteményeiben is ezek fönnmaradtak, így ezt mutattuk be. A kiállítás második része, az pedig magát az iskolai életet mutatja be. Hát ezt is próbáltuk meglehetősen, amennyire lehetett látványosra megrendezni, úgyhogy itt berendeztünk egy kis iskolai enteriőrt 100 évnál régebbi bútorokkal, az iskolai szertárnak látványos darabjait, kitömött állatokat, gőzgép modelljét, és az iskolai életnek azokat a részeit igyekeztek bemutatni, amik talán ma is megmozgatják még a gyerekek fantáziáját, tehát itt szó van a színjátszásról, meg a cserkészetről például, ugye különös tekintettel arra, hogy itt elég sok fényképanyag fennmaradt, és a fényképanyag nagyon érdekes. Lehet látni diákot, korabeli ruhában, piarista szerzetest, ha összehasonlítanak a szerzetessel, nagyjából ugyanaz a ruházat, tehát azt kell mondani, hogy van itt olyan dolog, ami 200 év óta, vagy 250 év óta nem változott. A változásnak és az állandóságnak az együttesét is bemutatja ez a kiállítás, és aztán tényleg, ahogy az előbb is mondtam, megkoronázza azt a elmúlt héten történt összes programot, ami itt velünk történt, költészettől kezdve, zenén keresztül, öregdiák találkozón át a mostani diákok szalagavató, szalagtűzős szentmiséjéig. Szerintem így a teljes egészét kell nézni, és ennek egészében találunk helyet, ennek a kiállításnak is. Elsősorban európai műveltséget, európai keresztény műveltséget és hitet adott a nagykanizsai piarista iskola. És egyébként az is igaz, hogy Nagykanizsa is adott azért a piarista rendnek. Itt a kiállításon egyébként ez is megjelenik. Tudnélik, ha felsoroljuk a piarista iskola jeles tanárait és a jeles diákjait is. És hát voltak mind olyan piaristák, akik később Nagykanizsán tanítottak, de főleg olyanok is voltak, akik Nagykanizsáról léptek be a piarista rendbe, és később máshol alkottak sokat, vagy voltak fontosak, ilyen például Előd István, a híres teológia tanára 1950-es években, vagy Magyar László, aki angol nyelvkönyveket írt, és később az amerikai piarista rendtartomány egyik alapítója volt. És hogy a diákok mit kamatoztathatnak a jubileumból és a kiállításból? Szerintem az első nagyon fontos dolog, hogy belepillantanak abba, hogy milyen is volt az ő elődeiknek az élete. És aztán valami távlatot is nyit ez a kiállítás, hogyha most 250 évvel ezelőtt nagyjából így rendezkedtek be az iskolában, ma
a mi helyzetünket ismerve összetudjuk ezzel vetni, akkor abba is bízhatnak, hogy a jövőbe tekintve, talán következő 200 év múlva is valahogy az utódaik így fognak itt állni, és hasonló csodálkozással néznek erre a kiállításra. És ugye foglalkozásokat is tervezünk itt, már készül a alsó tagozatosoknak, a kifestő óvodásoknak a kifestő rész, amit itt a kiállításhoz kapcsolódóan majd megtapasztalhatnak. Ugye egy óvodás, egy alsó tagozatos akkor érzi magához közel a kiállítást, hogyha valami manuális tevékenységgel tud ehhez kapcsolódni. Na erre készülnek most már a kifestő lapok, amit majd ide érkezven örömmel festhetnek ki. Ha Kalazanciusra, piarista ünnepségre gondolunk, akkor mindig vannak ilyen kézzelfogható, főleg az alsósoknak, ovisoknak kézzelfogható események, amiből ő sokat kap. Most az ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan még szervesebben érezteti a hatását az ő életére. Legalábbis azt gondolom, ezt remélem. Kedves nézőink, ennyi fért mai magazinunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Útmutató legközelebb 2 hét múlva pénteken lesz. Addig is viszontlátásra!